A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jösszét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban, hála Istennek teszem hozzá, megerősítést kaphattak az irodalomkedvelők, a kultúra barátai. Egyik oldalról, hogy már beszámoltunk róla, a hosszas felújítás után újra birtokba vehette a Vörösmarty Társaság a Kossuth utcai székhelyét. Jó estét kívánok! Vendégem Bobori Zoltán, és közben folytatom, hiszen bemutatták a Múltba néző című kötetet, amely Román Károly nemrégiben elhunyt nagyszerű irodalomtanár és irodalomtörténész kötete. A Vörösmarty Színházban volt erről, ha irodóban már beszámoltunk, és természetesen lesz belőle Paletta magazin is. A harmadik, amit pedig kezemben tartok, fehérvári versek, szép fehérvári versek kötet, ami most jelent meg, 19 Vörösmarty társaságos fiatal és kevésbé fiatal, de abban megegyezhetünk, hogy nagyszerű fehérvári költő verseit tartalmazza. És hát itt van velünk természetesen Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. No, kezdjük, a talán gyorsan még tekintsünk vissza. Újra birtokba vehettétek a Kossuth utcai termet. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb öröm az elmúlt időszakban nem nagyon volt. Hát úgy is fogalmazgattam itt magamban, hogy hát ez fantasztikus nagy öröm. Egyrészt, hogy a termet újra birtokba vehettük, másrészt pedig hát rendkívül nagy büszkeség az, hogy egyrészt megjelent Román tanár úrnak a könyve, az eddig nem közölt írásaiból összeállított könyv, másrészt pedig hát ami a szívügyünk mindig, az a fehérvári szép versek antológia. 2 éve jelent meg a legutolsó, és hát most 19 költőtársammal egy nem túl vaskos, de azt hiszem, hogy nagyon szép és elegáns könyv látott napvilágot. No, ezzel folytatjuk természetesen, de azért még egy kicsit beszéljünk a teremről, hiszen jóval talán 2 év is kimaradt ilyen értelemben. Olyan programokat kellett másut megszervezni, amelyek nagyon-nagyon kötődtek a Kossuth utcához. Miként lehetett ezt a változást hitelesen levezényelni? Hát ez több mint 2 esztendő volt, hiszen 2 évvel ezelőtt augusztus végén történt az, hogy életveszélyessé vált a helyiségünk. Úgyhogy 2 nagyon ínséges esztendő, de sok mindenben megerősített. Abban, hogy a társaságnak azok a tagjai, akik tényleg hűségesek és kitartóak voltak a társaság mellett, és kitartóak egymással, azok azt hiszem, hogy a hasonló optimizmussal és reménnyel vártuk ki ezt a 2 esztendőt. Nem volt könnyű dolog olyan helyiségekben és olyan székhelyeken rendezni a műsorainkat, ami hát nem a miénk, gondok voltak, sok helyen terembéleti díjat kellett fizetni, és hát végig bennünk volt az a félelem, hogy mi lesz, lesz-e valami valaha a termünkből. Na, hála Istennek visszakaptuk a termet, nagyon szép lett, tulajdonképpen mindenféle bajunk ellenére és megpróbáltatás ellenére hálásak vagyunk azoknak a kivitelezőknek, akik elvégezték a teremben a munkákat. Még nincsen fűtés, tehát tulajdonképpen még teljes egészében nem tudtuk birtokba venni, úgyhogy még mindig különböző, ha nem akarunk megfagyni, akkor különböző helyszíneken kell a rendezvényeinket tartani. Tegnap ezért volt a színházban, és hadd tegyem hozzá, hogy nagyon hálás vagyok Szikora igazgató úrnak, hogy igen,
hogy ezen a méltó helyszínen mutathattuk be Román Károlynak a könyvét. Igen, tehát akkor most erről beszéljünk, mert én azt gondolom, hogy ez egy annyira bensőséges hangulatú találkozó volt, régen láttunk ilyet. Te magad is elérzékenyültél, nem titok, és azt hiszem, hogy mindannyian egy kicsit átgondoltuk azt a hosszú életet, ami Román Károlynak megadatott, és azt a munkát, a tanítói munkáját, illetve az irodalomtörténészi munkáját, amit megtapasztalhattunk a könyveiből, a személyes találkozásokból. Én példaértékűnek tartom. Ez a múltban néző, ez egy nagyon-nagyon fontos könyv. És köszönjük az özvegyének, hogy rendelkezésére bocsájtotta az irodalom kedvelőknek, hiszen nélküle ez ugye nem valósulhatott volna meg. Hát pontosan így van, és én tegnap elmondtam, én a tanárurat 1959-60 óta ismertem, akkor találkoztam vele egy versmondó versenyen, általános iskolai versmondó versenyen zsűrizett, és ha szabad elmondanom, akkor én a Johann Wolfgang Goethe Willi király című versét mondtam, ott talán hetedikes voltam, és a tanár úr odajött hozzám utána, és mondta, hogy nagy meglepetés volt nekem, hogy egy ilyen fiatal ember, gyerek ember Goethének ezt a versét mondja. És ez természetesen örök emlék nekem, és aztán hát a szörnyű kimondani, de az elmúlt 60-valahány esztendőben nagyon sokszor találkoztam a tanárról. Egyrészt különböző vers és prózamondó versenyeken ő szinte mindig zsűrizett a diákszínpadi rendezvényeken, versenyeken, és hát aztán később, amikor a nagyobbacska lettem, és olyan fehérvári szervezők, mint Csukli Alajos vagy Pesti János, a fehérvári írókkal, költőkkel jártuk a megyét. És ez nekem valami fantasztikus élmény volt, hogy általában a könyvtár kis buszával, de hát a Román Károllyal, Kalász Mártonnal, Takács Imrével, Sobor Antallal együtt járhattam én gyerekként a megyét, és hát rettenetes mennyi értéket szívtunk magunkba, fiatalok, fiatal versmondók, és mennyi élményt. És hát aztán utána jöttek azok az esztendők, amikor már a látókörrel szintén nagyon sok közös ügyünk volt a tanárúrral, sokat segített nekem a műsorok összeállításában, tanácsokat adott, sok esetben megnyitotta ezeket a versműsorokat. Aztán a következő lépés az volt, amikor a könyveim kiadásában segített, lektorálta a könyvet, vagy bevezetőt írt, vagy segített az összeállításában. Tehát csodálatos, hadd mondjam azt, és remélem mondhatom, hogy végül is ebből egy olyan kapcsolat lesz, amiben mondhatom, hogy a barátjának tekintett engem. Persze, hogy elérzékenyültem tegnap. Ez egy csodálatos dolog volt, hogy előkerültek ezek a drámák és ezek a szépírások, amiről tulajdonképpen nem tudtunk. Én nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy aki irodalommal foglalkozik, nem akarom elhinni, hogy nem ír verseket. De érdekes módon a tanárunknál ez nem jutott eszembe, hogy ő neki vannak ilyen nagyon értékes szépírói munkái. Igen, versek, drámák, tehát nem csak tanulmányok. Nem. Azt hiszem, igen, hogy ez így kerek a történet. Egyébként az én korosztályom, ha már itt tartunk is, nagyon sokat köszönhet az akkoriaknak, és nem csak neki, de neki különösen, hiszen mi egy abban a korban nőttünk fel, a 70-es évek közepén, középiskolásként, hogy ott volt ereje teljében természetesen Sobor tanár úr, Román tanár úr, Dienes Ottot kéne hagyni. Mohácsi tanár úr, tehát nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy sokat köszönhetünk neki. Én azt hiszem, hogy ez az est bizonyította a teltház, hiszen a kávézóban volt, de abszolút teltházzal,
hogy a fehérváriak igenis egyik oldalról érdeklődnek az irodalom iránt, másik oldalról pedig vonzza őket az a különlegesség, ami egy-egy arra hivatott emberből fakad. És a tanár úr ilyen volt. Igen, hát ne felejtsük el, hogy néhány nappal előtte volt az Arató Antalról szóló nagyszerű könyvnek a bemutatója. És annak ellenére, hogy fogvacogtatóan hideg volt a Vörösmarty teremben, de zsúfolt ház volt. Igen, hát kiéheztünk most. Zsúfolt ház, és ugyanilyen telt ház volt tegnap a színházban. Hát nagyon jó látvány volt, és én nagyon örülök annak, hogy Szikora igazgató úrnak bebizonyítottuk, hogy igenis jogos ez az együttműködés. Igen, hát nagyon sokat köszönhet egyébként az igazgató úr, ezt ott el is mondta, hiszen a Perely Uram a Sobor fantasztikus regényből, ugye a színházi adaptációt az Román tanár úr bocsátott a rendelkezésre, és az ugye siker lett mindenféle értelemben, hiszen bemutatták számtalanszor darabként is, és hát utána én magam tapasztaltam, hogy mindenki elkezdte olvasni újra a Perely Uramat, mert hogy ez egy fontos történelmi adalék. Ugyanakkor nagyon sokat köszönhetünk P. Maklár Évának is, ugye, aki szerkesztette ezt a könyvet. Igen, hát ő nagyon lelkesen magáével tette ezt a feladatot, és a Román Károlyné az özvegynek a kérését. Nagyszerű kiadvány lett belőle, és hát nem is tartalmaz még minden novellát ez a kötet sem, ami előkerült tanárulnak a novellái, amik aztán megjelentek részben, és meg is fognak jelenni a várban. Hát nagyon nagy érték került elő. Tehát... Leborulunk előtte. Mint ahogy a 19 fehérvári költő előtt is. Fiatalok és kevésbé fiatalok, ugye így kezdtem a mondandómat, de én azt hiszem, hogy üdvözlendő, kezdjük azzal, hogy egyre több fiatal szerepel, és egyre több olyan név, akit eddig csak felszínesen és nem nagyon ismertünk. Kezdjünk egy verssel. Hát ez a legnagyobb öröm tényleg, hogy hát tudod nagyon jól, és hát persze a nézők, hallgatók is tudják, hogy örök probléma az, hogy nem csak itt a városban vagy a megyében, hanem egyáltalán az irodalomnak lesz-e méltó, magyar irodalomnak lesz-e méltó utánpótlása. És hát hosszú évek óta mondogatjuk Vörösmarty társágon belül, és nyilvánosság előtt is, hogy várjuk a fiatalokat. Na most, hát úgy néz ki, hogy ez teljesül, ez a sokunk kívánsága és óhaja. Bokros Judit nagyon lelkesen szervezi a Vörösmarty társághoz kapcsolódó, vagy a Vörösmarty társághoz vonzódó fiataloknak a pályáját. Vörösmarty Kuckó néven. A Vörösmarty Kuckó néven rendszeresen találkoznak, és remélem, hogy sokat tanulhatnak is ezekből a találkozásokból. Velük kapcsolatban is tele vagyunk tervekkel, amiket azt hiszem, hogy most olyan lelkesedés van, hogy ezeket mind meg fogjuk tudni valósítani. És még egyszer mondom, amire te is felfigyeltél, hogy kiváló tehetségek, versei vannak, lehettek benne, vagy lehetnek benne ebben az antológiában. No, akkor halljunk egyet. Hát akit én nagyon-nagyon kedvelek, a Prax Levente. És hogyha szabad, akkor két versét felolvasnám. Az egyik Trianon. 1919. szeptember 11-én Csárt Géza magához vette egy fiolányi pantpopont, megszökött a szabadkai sárgaházból, és talán a lehetetlen újrakezdés reményében Budapestre indult. Akkora már meghúzott demarkációs vonalnál szerb katonák állták útját, mire Csárt nem látva kiutat, megitta a mérget, és a helyszínen meghalt. Ez volt Trianon. Téboly, halál és gyász, valami után, ami gyönyörű volt, de iszonyú sorsot ért. És hát most egy aktuális verse Leventének, a Karácsony. Hogy eljárt az idő? Az évrendje szerint
megváltó csodára emlékezhetik, nehéz időkben is menekedhetik, vigaszban, erőben merítkezhetik, ki képes még hinni, hogy eljön az új év, Jézus Urunk rendje, ki nem késik soká az eljövetellel. A másodikkal, mit az írás jövendől és vígsággal telik el a síralomvölgy. Most inkább a vígság legyen előttünk. Így van. Hadi Nikolettet sem felejthetjük ki. Én azt mondom, hogy ők bizonyítják így hárman, hogy, illetve az újak, akik, de most nyilván mi majd hallunk verset még, de egy kicsit beszélünk arról, hogy mi hogyan tudja inspirálni a fiatalokat és meghívni a Vörös Marti Társaság. Hiszen egy ilyen kötet bizonyíték arra, hogy Székesfehérváron egyik oldalról szeretik az irodalmat, a Vörös Marti Társaságot, a benne, az odaírókat, a várat, és így általában, hiszen nagyon sokan vannak a beszélgetéseken, mint kiderült, és nagyon hiányzott ez a két év. Ugyanakkor gondolni kell a jövőre is, és azt hiszem, hogy a Vörös Marti Kuckó bizonyította, hogy számtalan rendkívül tehetséges fiatal középiskolás, vagy még fiatalabb ír mostanság is. Hát Lajos, nem vagyok teljesen elégedett azért, mert várjuk a fiataloktól, és elvárjuk a fiataloktól, hogyha megjelenhetnek a várban, ilyen óriási lehetőséget kapnak, antológiákban belekerülnek, akkor elvárható tőlük, hogy jöjjenek a rendezvényeinkre, és ebben még van hiányosság. Úgyhogy ezúttal is szeretném kérni őket, hogy jöjjenek a rendezvényeinkre. És akkor olyan gyönyörűségeket tapasztalhatnak meg, mint a tegnapi nap a könyvbemutató. Igen, és akkor essék szó a másik korosztályról, a tiédről. Mert hogy én azt gondolom, hogy az alapja mindenképpen a fehérvári irodalomnak ti vagytok. A felsorás mentén Balajtitól Boborinát, és nem sorolom Péntek Imréig, vagy még tovább. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mivel lehet inspirálni egyébként azon túl ezt a korosztályt, hogy még többet mutasson meg magából, hiszen ti példák vagytok, és példaképek egyben. Én azt hiszem, hogy ezzel lehet leginkább inspirálni, hogyha ezt a példát akár úgy, hogy elmondjuk például az élettörténetünket, hogy jutottunk el, vagy bocsánat, hogy most akkor személyemet előhozom, de egy diák versmondótól hogy jutottam el addig, hogy könyveim jelenhetnek meg, és valamennyire ennek a fehérvári irodalma életnek a részese tudok lenni. Én azt hiszem, hogy ez a legjobb példa. A másik pedig a nagy lehetőség, amit kapnak a fiataljaink. Egyrészt a Vörös Marti Társaságban, másrészt ezekben a kiadványokban, hát az csak... Én gondolom, hogy olyan nagyon nagy képzelőerő nem is kell ahhoz, hogy az ember végig gondolja, hogy egy 16, 17, 18 éves fiatal, vagy akár 21 néhány éves fiatalnak a versei megjelenhetnek egy országos folyóiratban. És most bele kell gondolni abba, hogy azok a diákok, akik versekkel jelentkeznek, vagy prózai írásokkal jelentkeznek, és egy országos folyóiratban helyet kapnak, hát az talán elegendő inspiráció, hogy reméljük, hogy az. Igen, hát most a várban bebizonyosodott, hogy a vár is egyre inkább várt kiadvány mindenképpen, hiszen most megjelent az utolsó kettő így egyben, és azt hiszem, hogy mindenki elégedettséggel olvashatja. No, de időközben menjünk tovább, hiszen hoztunk még, nagyon sok vers van itt, még egyet, amit te kiválasztottál, hadd halljunk meg. A Ferenczi Noéminak egy versét szeretném felolvasni. No, ő pedig egy különleges személyiség, mint tudjuk, rendkívül népszerű pedagógusként is, a Ciszterci Szent István Gimnáziumban, emellett pedig színjátszókat oktat, méghozzá olyan szinten, ami azt hiszem példaértékű ebben a városban, sőt, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az országban is. Ez pontosan így van, és én nagyon örülök, hogy Ferenczi Noémi valamiképpen most már így közénk tartozik,
és örömmel válogattam be versét ebbe az antológiába, mint ahogy örömmel közöljük a verseit a Várban. Egyedi hangvételű, nagyon intelligens, nagyon a versírásban is járatos, tehát természetesen magyar tanárról van szó, nagyon, nagyon különleges hangvételű és hangulatú egyedi, írások. Gratuláltam neki egyébként már tegnap. Igen, azt, hogy hogy lesz belőlem költő? Sehol egy habci, egy fájás, torkomban kapirgálás, se rángó izom. A végén még akár boldog is lehetek, ez már botrány. Segítsen rajtam a kormány, az mindig szokott. Mondjatok belbajt, külhírt, nem lehetek ilyen bornírt, boruljon már a bili. Egészségem még túlteng, mi fene, ha hamaros nem teszek ellene valami kiütőset. Ma rosszul alszom majd megint, megszáll a melatonin beint, végre nézhetem magam. A klimaxban egyetlen reményem, hogy lehetek végre K.O. Márha megérem, csak nem remélem. Igen. Nos, hát én végigolvastam, és ugye hát a Balajti Barta Klára, Bobori Zoltán, a Jucit egyértelmű, a Drotlev, Ferenci Noémi, Fűrész Gál Csaba, Hadi Nikolett, László Zsolt, itt van velünk Pálfalvi András, Péntek Imre, P. Maklár Éva, mint mindig, Sajtos Lajos, Szegedi Kovács Zsolt, de Wilhelm Otto, de van egy nagyon-nagyon fontos, számunkra nagyon-nagyon fontos ember. Hiszen én azt gondolom, hogy ebben a felgyorsult világban a hit egy kivételesen fontos a mindennapjainkban. Aki hittel él, az talán ezeket a nehézségeket könnyebben veszi. És hát Tornyai Gábor versei egészen különlegesek, hiszen az öreghegyi plébánián én azt mondom, hogy tanítóként működő atya, a mi toronybarátunk, egy egészen különleges stílust képvisel. Valamennyi verse példa arra, hogy, hogy a hittel élő ember számára miként lehet kitágítani a világot. Hát Tornyai Gábor versíróként szereplése, költőként szereplése, az egy kicsit az én hatásom is talán, és nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy Gábor atyát én rá tudtam venni arra. Nem is, nagyon nem kellett, hiszen hát ő szívesen írt korábban is verset. De hát a, nyilvánvalóan őt is komolyan földobta az, hogy a Várban megjelenhettek a versei, és ez különösen azért fontos, mert csodálatos papköltői voltak a magyar irodalomnak, és most már kevesebb, most meghalt éppen Szabó Ferenc atya a közelmúltban, aki egészen kiváló papköltő volt, és ezért különös öröm számomra és különös érték Tornyai Gábor jelentkezése. Ugye én magam például nem gondoltam volna, hiszen mi hárman együtt zsűrizünk a fehérvári versenynepen, ennek ellenére nem gondolt. Azt tudtuk, hogy, hogy ért a versekhez, azt viszont nem, hogy maga is elkezdte leírni a gondolatait. Hát nyilvánvaló, hogy ezek a versélmények hatottak rá, és hát én jól emlékszem arra, amikor ez egyik ilyen versőnepes rendezvény közben, vagy után odajött hozzám Gábor, és a maga szerény módján mondta nekem, hogy tehát én is írok ám azért verset, és aztán adott nekem verset, bátorítottam, nem sokkal utána pedig megjelent a könyve, az első verses kötete. Hát ez nem csak nekünk fontos, még egyszer hangsúlyozom, hanem itt a városban, vagy a megyében, vagy a mi körünkben, hanem ez egy országos jelentőségű. Szabó Ferenc atya egyébként nagyon szép kritikát írt Tornyai Gábor könyvéről. No, Lajos, van mire büszkék lennünk. Így van, halljunk akkor egy tornyai verset, és búcsúzzunk egy olyan verssel, amit te magad jegyzel. Hát a Gábor természetesen
Íme hitünk szent titka címmel írt verset. Aki engem lát, látja az atyát is. Aki eszi az én testemet és issza az én vérémet, az engem eszik és iszik. Az igazságot, az utat és életet. És őt is, őket is, a mindenséget, a teremtőt és benne mindent, ami ő általa lett, mert nélküle semmi sem lett, ami lett. Bennem élet van, belőle és vele. Aki engem eszik, él. Aki engem eszik, az a mindenséget eszi. A csillagok porát, a nap melegét, csendes eső áztatását, rovarok lábnyomát, osonó vadak illatát, hajnali szellők hűvösét, izzadó testek szagát, gépek mormogását, ébredő gompák mocorgását, szavak sercenését, autók susogását, sülő tészta illatát, nejlon zacskók zizegését, jámborimák suttogását, a mindenséget. Aki engem eszik, az a mindenséget eszi. Az atyát, a fiú által, a Szentlélekben az életet. Nos, én azt hiszem, hogy már önmagában ezért is érdemes ezt a könyvet a kezünkbe venni, és rendhagyó módon én búcsúzom egy bóbori verssel a kedves nézőinktől, ha megengedett. Kettősség, én ezt a verset választottam. Esett a szélrázta rongyos szürkeség, fegyvert széthaigált sereg, szégyenében még néhány könycseppet hullatva eliszkolt a dombok mögé. A vízes leveleken pajzán csillogással kárörventek a napsugarai. Honnan, honnan nem, fekete rigók kezdtek szögdécselni az ázott fűben, verebek a tócsákban hancúroztak. Csupa mosolygás lett a kert, hallod? A bokrok átázott ingük alatt, mint a hálát susognának. A maradék ilyet felhőket csillogó rezes banda kísérte utolsó útjára. Requiem. Kint a természet angyalai békét hoztak a földre le. Bent félelem, reszketés, bizonytalanság, elvesztett remény, távolban fegyverzaj. Háború kísértette az Úr. Lolikám, köszönöm szépen, gratulálok a Vörösmarty Társaság valamennyi tagjának. Köszönöm szépen. Székesfehérvári versszerető olvasó nevében. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és hát bízom benne, hogy találkozunk, mert kedves nézőink, azt hadd mondjam el, hogy a következő időszakban Kovács Szilvia szerkesztésében ezek a versek itt a Fehérvár Televízióban elhangzanak majd. Én azt hiszem, hogy már érdeklődéssel várom én magam is. Zolinak köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.